és öttusázóink is megkezdik szereplésüket a riói olimpiai játékokon. A friss egyéni világbajnok Kovács Sarolta, a szingapúri ifjúsági olimpia ezüstérmese Földházi Zsófia, és az első olimpiájára készülő Demeter Bence augusztus 10-én utazik el Rióba, míg a 4 évvel ezelőtti londoni játékokon bronzérmes Marosi Ádám 2 nappal később csatlakozik a csapathoz. Emlékszem, hogy London RTN-kor már nagyon izgultam. És most teljesen azért van bennem természetes izgulás, de nincs bennem az a nagy para, és nyugodtan várva várom már a versenyt. Mindenki meg akar verni, de hát én erre készülök, és lehet próbálkozni. Persze nem fogom hagyni. Nagyon sok jó versenyző van. A címvédő a litván lány, illetve a 2008-as pekingi olimpiai bajnok is. Mindenki az éremért fog harcolni, úgyhogy tényleg az napon fog múlni. Nagyon örülök, hogy kijutottam. Próbálok azért minél higgadtabban készülni. Hihetetlen érzés, hogy az életem egyik célja, hogy kijutok az olimpiára, sikerült. Ugye Marosi Ádám és Kovács Sarolta, kedvesem Saci, ugye Londonban ott volt, és rengeteg mindent mesélt, hogy mi is folyik az olimpián. Szerencsére nézőként én is részt vettem. Szingapurban volt 2010-ben. És igen, az volt az első ifjúsági olimpia. Én ennek a tudatában megyek ki Rióba is, úgyhogy tényleg azt tudom mondani, hogy nem az első olimpiám lesz. Másrészt mégis az első, mert azért olyan emberekkel fogok ugye lenni, egyáltalán olyanokkal fogok együtt élni, akik nem is az, hogy egy csomó embernek a példaképpen, hanem már többszörös esetleg olimpiai világbajnokok. Ez mindenképpen egy nagy lendületet fog adni, de hát persze nagyon bízom benne, hogy menni és csatlakozni fog ezek után. Azt mondom, hogy már menjünk el, mert most már annyi minden beletettünk, és annyira sok könyv folyt már emiatt a felkészülés miatt, hogy most már tényleg kicsit mosolyogni is akarok. Pál Völgyi Miklós szövetségi kapitány szerint a felkészülés nagyon jól sikerült, ugyanakkor egy olimpián a mentális tényező minden másnál fontosabb lehet. Minden versenyzőnknek van pszichológusa, akivel szoros kapcsolatot tart, és meghatározott időnként látogatja, de ezek a versenyzők már tudják, hogy nagyon fontos, hogy mentálisan jó állapotban legyenek. Az, hogy az olimpián mentálisan jobb állapotban kell lenni, mint fizikailag, azt szerintem mindenki tudja, hiszen nem az dönti el, hogy éppen ki a legerősebb, meg a leggyorsabb, hanem ki tudja a legjobban a napi kondícióját úgy irányítani, meg a teljesítő képességét, hogy az épp akkor legyen az optimális.